Jó estét kívánok a Gyöngyösi Városi Televízió nézőinek a mai Döntés előtt című műsorunkban. A frakciók vezetői a vendégeim. A költségvetési tárgyalás első fordulója lesz a témánk, illetve a képviselőtestületi ülés legfontosabb napirendi pontjai. Köszönöm, hogy elfogadták a meghívást, és üdvözlöm őket. Dr. Vég Attillát, a baloldali frakciók vezetőjét, jó estét kívánok! Jó estét kívánok, köszöntöm a televízió nézőit! Faragó Tamás urat, a Jobbik frakció vezetőjét, jó estét kívánok! Jó estét kívánok mindenkinek! És Kis Tivadar urat, a Fidesz frakció vezetőjét, jó estét kívánok! Jó estét kívánok a kedves nézőknek! Uraim, a költségvetés. Ugye beszélgettünk már mi erről, hogy mindig van koncepció. Ez mindig a év végén készül nagyjából. 2021. novemberében már a testületi asztalon is volt. Most viszont már az első fordulós tárgyaláshoz érkezik a grémium, holnap után csütörtökön. Beszélgessünk a költségvetési számokról, hogyan látják a 2022-es évi büdzsét itt Gyöngyösön, dr. Vég Attila. Tehát ha említette szerkesztő úr a költségvetési koncepciót, akkor mindig elmondjuk, hogy elég nehéz megalkotni magát a koncepciót, mert még azokat a számadatokat, normatív támogatásokat még csak hozzávetőlegesen ismerjük, és általában inkább csak általános tendenciák fogalmazódnak meg, elképzelések, és akkor az igazság pillanata az mindig akkor jön el, amikor a számok ismeretében döntünk a költségvetésről. Most is két fordulóban történik a költségvetésnek az elfogadása, tehát jövő csütörtökön? Holnap után. Most megtévedtem, mert ugye bizottsági ülések voltak, de áttolódtak, tehát holnap után lesz az első fordulós tárgyalás, utána közszemlére lesz téve a költségvetésnek a tervezete, lesz egy közmeghallgatás, és majd úgy kerül elfogadásra, várható a jövő hónapban az önkormányzatnak a 2022. évi költségvetése, ami hát gazdálkodás meg nagyon sok minden szempontjából egy alap dokumentum, mert ez határozza meg az önkormányzatnak a lehetőségeit. Hogyha átfogóan nézzük magát a javaslatot, akkor azt el lehet mondani, hogy jelen pillanatában egyensúlyban van a költségvetés, tehát nem, tehát hiányt egyébként sem lehet működési hiány tervezni, tehát egy hiányt nem tartalmazó költségvetés. Vannak általános tendenciák, erről beszéltünk a költségvetési koncepciónál is, de most ismertük meg a konkrét számokat. Vannak pozitív és negatív hatások. Ha negatívval kezdem, akkor a veszélyhelyzet alatt az önkormányzatokat megillető gépjárműadónak a maradékát és a 40%-át elvették. Ez 100 millió forintnyi bevételkiesést jelent. Ugyanúgy megmaradt a közép- és kisvállalkozások iparűzési adójának a 50%-os kedvezménye, ami mintegy 280 millió forintos bevételkiesést eredményez az önkormányzatoknál, illetőleg hát mindig nehéz megjósolni, hogy a koronavírus következményeként a vállalkozások majd iparűzési adóba hogyan teljesítenek. Az anyagban úgy szerepel, hogy ez mintegy 100 millió forintos bevétel kiesést okozhat, de ez a legbizonytalanabb az egész történetben. Azt tudjuk, hogy továbbra is kell fizetnünk úgynevezett szolidaritási hozzájárulást, ami a jó hír része, hogy, és nagyon idézőjelben mondom, hogy csak 415 millió forintot, tehát ez
82 millió forintos csökkenés jelent az előző évhez képest, illetve némileg növekedtek a normatív állami támogatások is 72 millió forint értékben. Amit ez a tervezet még nem nagyon tartalmaz, tehát van most per pillanat egy 350 millió forintnyi általános tartalék tervezve, viszont ebből az általános ezt az általános tartalékot kell majd kitöltenünk, elsősorban majd a képviselőknek, hogy mekkora támogatást tudunk nyújtani a civil szférának, illetőleg a költségvetés jelen állapotában, tehát nem tartalmaz forrást idei körzeti fejlesztésekre, amiben mindig volt vita, hogy legyen vagy ne legyen. Én úgy gondolom, hogy mindenféleképpen meg kell határozni egy olyan összeget. Most az, hogy ez konkrét projektekre vagy keletjelleggel kerül megállapításra, ez más kérdés, de úgy gondolom, hogy a városi fejlesztések mellett mindenféleképpen szükséges itt ismerve az adott körzeteknek a felmerülő igényeket is, tehát forrás szükséges ahhoz, hogy a körzeteket karban tartsuk, nem is feltétlenül fejlesztésekről beszélünk. Ez még egy nagy feladat lesz, illetve ez igazából még a hivatal és vagy a városvezetés által alkalmasnak ítélt költségvetés, tehát nekünk is úgy kell kezelni ezt a tervezetet, hogy kiindulási alapnak jó, hiszen hiányt nem tartalmaz, viszont elképzelhető, hogy a számok majd némileg változni fognak, tehát amit mondtam, hogy az általános tartalék kapcsán mindenféleképpen, illetve elképzelhető, hogy ha nem is, hát most nevezhetjük költségtakarékosságnak, de inkább költségoptimalizálásnak, tehát elképzelhető, hogy lesznek költségelvonások és esetleg máshova csoportosítások. Véleményünk szerint arra jó ez a költségvetés, hogy megtárgyaljuk, közszemlére tegyük, de úgy gondolom, hogy a munkának a, hát ha nem is a nagy része, de egy része még hátra van, lesz, és így tudjuk majd az önkormányzat 2022 évi költségvetését megalkotni. Annyit felejtettem még elmondani, hogyha már pozitívumot, negatívokat mondunk, hogy 230 millió forint körül kaptunk, ez még az anyagban még nem szerepel, olyan kompenzálásként, ami a minimálbér, garantált bérminimum emeléssel kapcsolatban merültek fel többletköltségek az önkormányzatnál. Ennek egy része a társuláshoz megy, nagy része itt marad az önkormányzatnál, tehát ezzel is plusz bevételekkel fogunk tudni számolni. Most említette frakcióvezető úr is, hogy ez kétfordulós, és még egy lakossági fórum is megelőzi. Elég vaskos táblázatok vannak itt önök előtt, ugye a rendelet mellé, meg a határozat mellé javaslatként nyilván a kimutatásból táplálkoznak, és hát ezeken a számokon megy majd holnap után a mérkőzés. Önök hogy látják, az önök frakciója hogy lett a Faragó Tamás? Hát az az igazság, hogy egy nagyon jó költségvetésnek látjuk most, tehát a tavalyihoz képest, ahol tényleg egy olyan költségvetést kellett megalkotnunk, ahol sajnos különböző megvonásokat kellett eszközölni, mert nem igazán volt kiszámítható, és talán a tavalyi évi jó költségvetésnek köszönhetően most az egy sokkal jobb a helyzet. Úgyhogy hát van a 12,5 milliárdos az a költségvetésünk, amiről most beszélünk. Ugye maga a pénz összeg, ami van, az közel 2 milliárd forint, ez a pénzeszköz, de ugye ezek a különböző még be nem fejezett
projektek, ilyenek például a toppos pályázatokban lévő projekteknek a összege is megvannak. Ugye ezek állampapír, ki azt hiszem 960 millió forint állampapírban van a önkormányzatnak, tehát ezáltal egy kis kamatozás is van, tehát próbáljuk azért a pénzt úgy kezelni, hogy azért ami állna, az is keressen valamennyit legalább. Ugye maga a bevételi oldala az adókból tevődik össze, ugye itt a legnagyobb adó halmazt az a iparűzési adó teszi ki, ez közel 2,3 milliárd, építményadó az 516 millió, és jön még a kommunális adó és a idegenforgalmi adó, ami 72 millió forint. Ugye hát itt a turizmus majd, hogy jövőre milyen lesz és hogy mennyien jönnek, ez szerintem fogja befolyásolni. Nagyon fontos megemlíteni azt, hogy azért ennek a jó költségvetésnek vannak ugye negatív oldalai, ezek az elvonások, amik összességében ugye 1,2 milliárd, de voltak csökkentések, és ezáltal ilyen 1 milliárd körüli összegnél állt meg. Képviselőtársam előbb elmondta, hogy a szolidaritási hozzájárulás az 415 millió forint, ez a legmagasabb, tehát összességében ez kitesz közel 1 milliárd forintot. Nagyon fontos, hogy a idei költségvetésben lesznek prioritások, és ezek például a bérek. Ugye nagyon nagy munkáltatónak számít a önkormányzat, és nagyon sokan dolgoznak itt. Itt a bérekkel kapcsolatban komoly bérfeszültség van. Tehát azért lehet látni azt, hogy a iparban egyre jobban emelkednek a bérek, viszont itt pedig nem olyan ütemben tudnak emelkedni a bérek, tehát az önkormányzatnak mindenféleképpen a bérkompenzációkat kell, hogy támogassa, és ezek szerintem benne is lesznek már az anyagokban. Tehát itt több cég jelezte már a cégeink közül, hogy ez nagyon fontos, és ezt remélem, hogy mindenki majd támogatni fogja. Akkor nagyon fontosak még a bérek mellett a különböző infrastruktúra fejlesztései. Ilyen az ivóvízhálózat és a szennyvízhálózat, erről sokat beszéltünk már, és hála Istennek el is indult most például az északi külhatár, Haller és a Csalogány utcán egy fejlesztés, ahol az ivóvíz cserék folynak, ivóvíz főnyomó csőjének a cseréi, mert hát ezek aszbest csőből voltak, és ezeket nagyon fontos kicserélni. Én ezt nagyon nagy prioritásnak tartom a közeljövőben. Maga a régi és tényleg elcsépel, de viszont teljesen mindegy, nagyon fontos. Utak, járdák állapota. Ugye a járdák során egy 30 millió forint szerepel, ez szerintem egy nagyon jó, hogy már előre be van tervezve, és remélem, hogy ezek tényleg hatékonyan fognak majd, és költséghatékonyan fognak majd teljesülni, mert nem hiszem azt, hogy nincs olyan képviselő, aki ne tudna a körzetében legalább egy 5-600 millióért felsorolni járnát, hogy ez balesetveszély. Én is most jártam költségvetés előtt, mindig körbejárom a körzetet, megnézem, felírkálom, hogy mik azok a problémás helyek, és annak ellenére, hogy tudom azt, hogy tavaly csináltuk, tavaly előtt, ez is jó, ez is már itt jó, még mindig találok olyan kritikus járdaszakaszokat, amelyeket tényleg fel kell, hogy újítsunk. Tehát ez hál' Istennek szerepel a költségvetésben. Az intézményeknek a felújítása is nagyon fontos, hiszen nagyon sok olyan intézményünk van, ahol lehet, hogy csak egy számítógépet kell venni, vagy kicserélni a WC-n az ajtót, tehát ezekre is vannak összegek meghatározva, ezt is nagyon támogatatónak tartom. Ugye maradt ez a 350 millió forintos általános tartalék, én azért felhívnám mindenkinek a figyelmét, hogy nagyon brutális áremelkedés várható az építőiparban az idei évben is. Tehát én azt gondolom, hogy mivel vannak folyó beruházásaink, ott lehet, hogy lesznek olyan plusz költségek, amiket utána hozzá kell tenni. Tehát nagyon óvatosan bánnék azért az általános tartalékkal, én biztos, hogy nem nyúlnék az egészhez hozzá. Én azt gondolom, hogy ilyen 100-150 millió forint körül, hogyha tartjuk az általános tartalékot, az ad olyan mozgásteret a következő időszakban, amivel olyan réseket ki tudunk tölteni, amik esetleg adódnak, nem is gondolunk rá, és akkor bejön egy bármilyen helyzet, hogy ide is kell ennyi pénz, oda annyi pénz, tehát én ezt mindenféleképpen
támogatnám, hogy az általános tartalék valahogy így alakuljon. És hát remélem majd, hogy a fejlesztésekbe is tudunk fejleszteni a közeljövőben is, mert van azért mit tennünk, nagyon sok pénzt el tudnánk költeni. Egy nagyon szép és virágos, jó parkosított város szeretnénk idei évben, mert nem jövő idei évben. Úgyhogy remélem, hogy ez a költségvetés ezt fogja szorgalmazni. Még talán annyit elmondhatok, hogy ugye én tegnap a Mátafüredi részönkormányzati ülést tartottam, és ott már a fásítással kapcsolatban, fásítás tartalmaz máskülönben az anyag is, de még egy plusz keretet adtunk hozzá, mert azt látjuk sajnos Mátrafüreden, hogy azok a régen ültetek fák, amik ott vannak, nagyon sok ki van száradva, és ezeknek a pótlása már nagyon régóta húzódik, úgyhogy valószínű, hogy a jövő évben, hogyha a képviselőtársaim is támogatják, akkor 1 millió-1,5 millió forint értékben fogunk fákot ültetni Mátrafüred területén, de ugyanez valószínű, hogy a Felsővárosban is kezdeményezni fogom. Úgyhogy a költségvetéssel kapcsolatban egyelőre ennyi. Most akkor a fejlesztések a jövő. Legalábbis jobban áll a mérleg, mint 2021-ben. A Fidesz frakciója hogyan látja a költségvetést, kis Tibor? A koncepció után, ami ugye egy érdekes műfaj, mert számok nélküli költségvetés, tehát csak az irányokat és a tendenciákat vázolja föl. Most előttünk áll ez a már számokkal megtöltött költségvetés, és tényleg így van, hogy bevételi oldalon vannak, amik ugye egy pici, van elvonáscsökkenés is, ugye a szolidaritás alapban nem kell annyit befizetnünk. Én azt gondolom, hogy ez azért is jó, ugye a szolidaritási alap az úgy működik, hogy nálunk magas az adóerő képesség, és emiatt mi befizetünk összeget, amit azok között osztanak szét, akiknek nincsen iparűzési adóbevétele, mondjuk egy forint sem. Tehát mindenképpen jó azoknak, akik kapják, nekünk egy picit rossz, de abból a szempontból meg jó, hogy van magas az adóerő képességünk. Ha megnézzük, akkor több mint 3 milliárd forint helyi adót szedünk be, és ez azért egy elég komoly adóbevétel a városnak. Ugye növekedtek állami irányból is a finanszírozások adott témákban, tehát mindenképpen bevételi oldalon egyre biztosabb a költségvetésünk. Ugye vannak rizikótényezők, van egy komoly területértékesítés a bevételi oldalon. Mi nem nagyon szoktunk örülni, ugye a családi ezüstöt nem nagyon szeretjük eladni, de ez egy Dél-Kálvária parti területek, tehát ott meg természetes, hogy a város terjeszkedik, és épülnének épületek, lakóházak, ez teljesen logikus. Ugye ez is egy komoly bevétel a bevételi oldalon, ugye több mint 300 millió forint, meglátjuk, hogy minden terület értékesül-e, vagy eladódik-e. Kiadási oldalon igen, problémák vannak, az biztos, mert mint amit szoktam hangsúlyozni, hogy vannak áthúzódó dolgok, amik még nem fejeződtek be az előző évről, és ugye mi már próbáltuk egy picit pörgetni a gondolkodást, ugye a frakciónk benyújtott egy javaslatot, hogy mi milyen minimális körzeti fejlesztési pénzeket tudunk elképzelni a képviselőknek, és azt is hangsúlyoztuk, hogy minden képviselő számára a testületben, tehát csak akkor tudjuk támogatni a költségvetést, hogyha minden képviselőnek lesz fejlesztési kerete. Ugye önálló egyforma jogállással ülünk a testületbe, tehát a listás képviselők is kapjanak forrást, hogy tudjanak várost fejleszteni ők is. Ami még mindenképpen számomra fontos kérdés, és igazgató urat kértem, hogy ezt meg én is fogom jelezni a testület felé, hogy a környezetvédelmi alapból az előző évben nem történt komoly kifizetés, nem sok mindent tudtunk költeni a környezetvédelemre, ezért kértem, hogy az előző évi, tehát a múlt évi 6,8 millió forint, az kerüljön átcsoportosításra erre az évre, és a mostani 3 millió forinttal együtt egy komolyabb összeggel rendelkezzen majd a Környezetvédelmi Bizottság, ezáltal több feladatot tudnánk finanszírozni, mert ugye a civil szervezeteket várjuk, hogy pályázzanak, és akkor sok mindent meg tudunk valósítani. Így igaz, ez a költségvetés ki lesz függesztve, és óvok mindenkit attól, hogy megijedjen, hogyha úgy átnézi, mert a civil szféra finanszírozása, tehát a nem kötelező feladatok, azok még nincsenek összegszerűleg besorolva, tehát ha valaki úgy
komolyan átolvassa, akkor akár meg is ijedhet, hogy hoppá, nem lesz erre finanszírozás, de lesz, és pont ez az a pont, ami szerintem nagyon lesznek vitáink a testületben is, sokat fogunk rajta vitatkozni, de minél többet vitatkozunk, annál kiélettebb lesz a döntés, és úgy gondolom, hogy jó döntés fog születni. Az biztos, hogy frakciónk csak akkor támogatja, hogyha minden képviselő rendelkezik majd kerettel. Hát úgy gondolom, hogy az első fordulós tárgyalás lesz a legnagyobb meccs, aztán a második fordulóra már szerintem mindegyik forduló nagy meccs lesz, de az a lényeg, hogy jó döntés szülessen a végén. Elfogadott költségvetése kell legyen a városnak, és hát nyilván a testületi ülésen hivatott ezt meg tárgyalni. Láttam Bég Attila képviselő urat, frakcióvezető urat, hogy jegyzetelt, nyilvánvaló kiegészíteni kívánja az elhangzottakat, parancsolni. Igen, pár dolgot itt összeírtam. De kezdem a végével, tehát szerintem én legalábbis azt várom, hogy a nagyobb meccs a második fordulóban lesz, mert most első fordulóban nem nagyon lesz, mert most módosító javaslatoknak a tömkelegét nem tudok elképzelni, ráadásul úgy, hogy meg legyen szavazva. Tehát igazából ezt a költségvetést alaposan mindenkinek át kell még fésülni. Tehát a második fordulóban lehetnek nagyobb viták, amikor a konkrét, összegszerű módosítójavaslatok honnan vegyünk el, hova rakjuk, tehát, mert ez általában így szokott lenni. Most Faragó Tamás frakcióvezető társam pár olyan dolgot elmondott, amire én is szeretnék észrevételt tenni. Itt mondja a járda keret 30 millióját, igaz, hogy tehát ezt mondhatom, hogy sok, de mondhatjuk azt is, hogy kevés, mert meg is adta rá a választ, tehát ha nem is több száz millió forintot, de biztos, hogy a én körzetemben ez a 30 millió forintot simán minden megerőltetés nélkül el tudnám költeni. Nagyon sok olyan családi házas utcáim vannak, ahol ez még nem történt meg a járda felújítás az évek folyamán. Az általános tartalékkal valóban vigyázni kell, viszont pont azért emeltem ki azt, hogy jelen állás szerint, bár ebbe a költségvetési tervezetben nincs még benne ez a 250 millió, nem is 30 bérkompenzáció, tehát ez javítja a lehetőségeket. Tehát biztos, hogy kell alaphangon minimum 100-120, most nem tudom, általános tartalékot képezni, hiszen elfogadunk egy költségvetést, és akkor mindig az jön, hogy jönnek az előterjesztések, nincs rá forrás, mert hirtelen jött, hát az általános tartalék terméke biztosítja. Általános tartalék, tehát sok kicsi, sok. Hát az szokott fogyogatni rendesen, viszont jelen pillanatban ez az általános tartalék tartalmazza az úgynevezett fejlesztési kereteket, amit rá lehet a körzetekre, meg a teljes civil, meg a sport. Tehát ebbe a 300 vagy 350 millió forintban például benne van még a, most csak mondok egy nagyobb tételt, mondjuk a Gyöngyösi Kézilabda Klub támogatása is, mert az is emlékezetem szerint ki van még nullázva, tehát ezeket majd ki kell tölteni tartalommal, és akkor majd meglátjuk, hogy ez a 350 millió úgy, hogy maradjon belőle 120, már nem is lesz olyan sok, mert meggyőződésem az, hogy erőteljes igény lesz rá, talán a Fidesz frakciónál, ha jól értettem, ilyen 10 millió forint körüli fejlesztési keretekbe gondolkodtak, ami igazából nem elég, tehát nem lesz érdemleges segítség, mikor nekem egy parkoló építésem 18 millió forintra van beárazva. Tehát a 10 millió forinttal mindig csak ilyen lukakat lehet tömködni, meg maximum egy darab fejlesztést megcsinálni, és úgy kell bűvészkedni. Tehát ez abban viszont valószínű lesz döntés, hogy mégis mi lesz az a forrás, amit vagy így, vagy úgy, vagy keret címén, vagy konkrét projektek kapcsán a képviselők tehetnek javaslatot. Ivóvízvezetéket említette Tamás, nem csak az által említett utcákban, nagyon rossz, tehát általánosan jellemző Gyöngyösre, hogy a ivóvízvezeték, csövek elavultak, egészségtelenek, és törnek. És többször jeleztem én is tavaly, hogyha ugyanazt az utca szakasz, mondjuk a versenyúton
egy évben háromszor majdnem ugyanott csőtörés van, akkor nem kellene már azt is mondjuk kicserélni, de mondhatnám az egész 80-as listát, oda nagyon-nagyon sok pénz kellene egész városi szinten, hogy ezek ki legyenek cserélve. Faültetés, nyilván Füreden is van rá igény, Felsővárosban is van rá igény, de a 80-asban is van igény. Tehát ott is előregedett fák vannak. Nagyon szép terület, csak egyre jobban baja van a lakosságnak. Egyrészt, amikor ezeket a fákat ültették, akkor nem gondolták, hogy majd ekkorák lesznek, és akkor a gyökere mondjuk veszélyezteti a járdát, veszélyezteti a családi házakat, vagy éppen a társasházakat. Tehát ez is komoly probléma. Tehát itt valamiféle érdemleges megoldást kell találni, és plusz forrás kell biztosítani faültetésre is. Lesz egy másik előterjesztés, a Kőkút úton az a javaslat, hogy 40-valahány fa kerüljön kivágásra, mert baleset veszélyesek, és nagyon sok baleset és károkozás történik, és feltettem a kérdést, igaz, hogy pénzügyi bizottságon, hogy és a pótlás. Tehát ne csak arról döntsünk, hogy kivágjuk a fát, hanem arról is döntsünk, hogy ezeket a fákat pótolni kell. Majd lesz a környezetvédelmi beszámoló, ki is satirkáztam, hogy a fakivágással egyidejűleg rendelkezni kelljen a pótlás is. Bérfejlesztés nagyon fontos. A hivatalban megtörtént egy 45 ezer forintról 50 ezer forintra emeltük az alapilletményt. Úgy tűnik, hogy a várakozásoknak nem felelt meg a testületnek a döntése. Ha nem is most, de elképzelhető, hogy az év során vissza kell térni, viszont a gazdasági társaságoknál szintén felmerült ez a bérfejlesztés igény. Az a fontos, hogy valamiféle egységes megoldást találjunk, ne az legyen, hogy az egyiknél 18%, másiknál 10%, harmadiknál 5%, tehát mindenféleképpen valamiféle egységes döntést kell hozni. Egyébként meg fontos, mert elvándorol a munkaerő, mert nem versenyképesek a béreink. Uraim, azt hiszem, hogy ez a műsor rész véget ért. Úgyhogy a második részben még a költségvetést érinteni fogjuk. Kedves nézőinknek köszönöm a figyelmet, rövid reklám után folytatjuk, maradjanak velünk.